Sziasztok! Én Eged Andor vagyok az Agro Kft-től. A nyerges Újfaluba érkeztem meg. Egy 2-2-es heti Gruberrel, 7 kapával, 600-as éggyűrűs hengerrel, egyengető tárcsasorral, és megyünk is ki a területre. Ezzel a gyárilag 100 lóerős kézi H-traktorral. Szóval megérkeztünk egy 45 hektáros gazdaságba, Szatmári Barnához, aki a családban a gépészeti feladatokat látja el. Jó mondom én ezt nagyjából? Oké. Na, és akkor itt dolgozgattunk ezzel a 2-2-es 7 kapás Gruberrel, egy olyan 12 centis mélységben. Mik a tapasztalatok így az első sor alapján? Nézted a traktornak a fogyasztását? Milyen tempóval mentél egy picit, illetve mutasd be magatokat egy kicsit, hogyha gondolod. Köszönöm. Olyan 20-22 hektáron száraz takarmány betakarítással foglalkozunk, és a hektáron pedig szántóföldi növénytermesztés. Itt tojótyúkok vannak és lovak, azoknak próbáljuk előállítani a takarmányát. Ezt a Grubert egy lideres pályázaton nyertem el. Egy 120 lovas kéz luxum húzza. Most terepben hármas csoport között ugrálva próbáltam, ilyen 5 km per órával indultam, aztán egy olyan jó 8-3-ig fel tudtam vele gyorsítani. Azt láttam, hogy ott már nagyon szépen dolgozik. Kicsit száraz a talaj, de azt gondolom, hogy teszi a dolgát. Úgy igaz, fogyasztási adatot néztél esetleg? Igen, hát ilyen 15 és 22 között ugrált. Aha, tehát ez egy ilyen pillanatnyi fogyasztás. Igen. Erről a területről mondanál pár szót, hogy ha esetleg a kötöttségét tudod, mit, milyen területen voltunk, tehát mi volt ebbe benne, hány mázsa jött le róla, ilyen apróságok esetleg. Árka volt rajta, ilyen 3,5 tonna körül. Adott szalmát lehordtuk, mert a lovak alá kell a szalma. Jelenleg már egyszer volt tárcsázva, hát ilyen kicsit homokosabb, gyengébb minőségű talaj. Oké, köszi szépen. Jó, na hát akkor még én egy pár kört, majd amikor mész, akkor én azt drónnal fölvideóznék, és akkor bízom benne, hogy majd jól hallható lesz a szél ellenére a hang. Jó, köszönöm addig is. Sziasztok, hello. Köszönöm, sziasztok.